Got you! Sziasztok, idő lesz után! Folytatjuk a Pokémon Yellow végijátszást! Ezzel sikert kijutnom a barlangba, a Rakita csapattal kellett felvennem a harcot. Most már itt az idő szerzény második jelvényt Misty-től. Tehát most már van egy Bulbasaurom is. Most néhány fel! Utónálok vannak elfelé. Úgyhogy még fel. Ez itt a Nugget feed. Győzzünk le mind az ötöt, és nyer meg a jutalmat. Itt az idő tesztelni Bulbasaurt. No, ne, ilyen kicsit tudsz-o kölölni. Be van magozva. Na, ki tud, ki te volna gyerek hívus. Na, a Bulbasaur első meccse. Még egy csaj. Mi vagyok másodikje? Ez most már komolyabb? Még hogy komoly, csak 14 szintes. Adjunk így esélyt Bulbasaurnak. Na, pont ezzel kell kezdenie. Jaj, csak ilyen kicsit tud sebezni! Akkor váltsuk vissza Pikachu-ra! Tizenegy szintes a Bulbasaurom! Hogy veszíthettem? Könnyed, én egy ilyen egyszerű jobb, és se javál.
harmadik menet. Ahogy nem. Mindig adjunk esélyt Bálaszalnak. Jaj, ne! Legyőzte megkész Bábaszaurral! 12 szintes vagyok most már. Nem erősítem fel Battlefleet meg Midorint, mert már nincs szükségem rájuk. Egyedik is szintén csaj. Végül fáradt, már felkészültem. Ez már szállalmas! Ajjaj. 12 szintes, mert 16-os. Ezt szöjtje. What? Milyen csapás, Kiki! Hm.
Ős veszted, bizony. Jött az ötödik elemfél. Ugye állt a fosó? Junior trainer. Inkább én tapossak el. Huszonhatodik szín! Thunderbolt, az kurva jó! Igen! De melyiket? Megvan! Bizony. Gratulálok, legyőzted mind az öt tényeg. Ányját egy jutalmat. Egy nuggetet. Miként te csalpagod be a ragid a csapathoz? Hogy a cél gold cél használni a Pokémon. Magad csalogod? Biztos? Yeah, csatlakozz! Mondom, csatlakozz! Oké, okay, meg kell győzzel. A teszek olyan látod, hogy nem utasítatsz el. Szóval a rakéta csapat tagja. Nem cserélek. Igen, jó, jó. A képességet még a vezető is lehet vonalon, aki itt a csapatban. Másik mi van ebben? Item. Find a way. Na hát ez a Find a way egy fos. Én nem vagyok jó Pokémon elismert. Szeretném elengedni a Charmanderemet. Mert nem tudtam jól felnevelni. Ha ígéred, hogy vigyázol rá, akkor diéd lesz. Most már van egy Charmanderem! Itt fűtípusok vannak, úgyhogy itt könnyű célpont lehetek. Kivéve PJ számára.
nézze neked! Ja, még vele nem küzdöttem. Látom a lábad a talfűben. Ajaj. Ez megfizet. Igen, Bulbasaurra cserélek. Még nem elég erős. Tizenhárom szintes a Bulbasaurom. Most már van egy autócsapásom is. Nem gondoltam volna, mi? Most már 5 Pokémonom van. Na, ott is ez kiváló MP Charmandernek. Hát, de nem elég erős mi. Tizenegy szintes a Charmanderem. Best Pro, nagyon jó! Szuper! Voltam, hogy ilyen szükségem is van. Asztalan, te idióta! Thank you.
12 szintes Odis. Megvan, bazd meg! 12 szintes a Charmanderen. De még mindig nem tudja nagyot ütni. Lássuk el, te ott boldog úsz. Rágyjád, ahogy tudnék! Még mindig van benne. Fúsz. Kurva életbe! Fűtípusok itt vannak, tehát fűtípusokkal kell megerősítem Charmandert. Tizenhárom, tizenkettesen. Miért őket? Most megszabad egy kicsit. Naj, ne! Még egy Pidgey! Pikachu, intézd el!
hogy kezdene ő, amikor magasabb szinten vagyok? Charmander 13 szintes. Ma megint egy kurva pincsi! Pikachu! Intézd el! Már megint egy pincsi! Na, no, végig Bass Pro. Nesze! Asztalon! Tizennégy szintes a Charmanderem. Kritikus támadás, szuper! Venonet, 16-os! Semmi baja nem volt! Thank you.
15 szintes vagyok. Most már van lírje is. Még egy szint is már átalakul Charmeleonná. Még szükségem lesz egy Skirtle-re is. Hogy a tűztípusok el megvédhessem magam. Bazd meg, Pidgey! Igen, Pikachu kell ehhez. Már megint egy PG. Aj, ne Pidgeyt adjon! Hagyd már abba! Na, végig egy ahogy is. 14 szintes. Megvan, 16! Csáll, de átalakul! Csáll, de átalakul Charmeleonná! Na, ez kellett! Jó, ennyi elég lesz egyelőre. A főtípus lesz mindig Charmander-t vet, Charmeleont vetem be. Thank you.
Jó, csámillió, látsuk mit tudsz. Már két ütése le tudom győzni. Most akkor jöhetnek a riválisok. Ő bizony a hiker. Geodude. Cserélek, de kire cseréljen? Nincs a víztípusom, azért kell bevetnem be Butterfree. Keményen dolgozom, bizony. Spiro. Nem, nem cserélek. Még egy hiker. Látni akar Bélt, ezzel arcoljunk. Onix, jaj ne! Menj élő kezd! Valami vagy, hogy biztos. Szóval SSN hajóval lét, és oda kell majd nagyon felszállnom. Húzom, itt szintes vagyok. De ha elég örült voltál, hogy azt hitted, hogy legyőzhetsz ezzel. Mi egy csaja. Klassz.
cseréljek? Még így hajke. Ja, egy geodúd! Double kick. Nem cserélek. Mert nincs víztípusom. Ennyi. Tizenszintű sondidója nem. Inkább visszacserjen Pikachu-a. Jaj, már megint! Mássuk ki! Ki a gyorsabb ütő. Jaj, ne! Sőször kedvettem ezt a tudit. Lehet, hogy már egy kritikus ütésed. Jaj, ne már! Még a punch, ez még oldás. Egy kicsit nagyobbat üt. Még egyszer legyőztem Geodude-ot Pikachu-val.
Hoppsza. Cserélek Bavaszáúra. Hát tudjuk, ez nem fog menni. Na, hogy sebez! Na, most már végig kell vessünk. Tizennyi szintes a Bulbasaurom. Tudtam, hogy harcunk kell. Mi egy gyánszter? Csak a víztípus, nincs víztípusom. Mega Punch! Tudtam, hogy ezt én fog. Igen. Még egy csaj. Egy fétigény. Csámi, de honnan te jössz? Fait 10 ans, c'est une chaîne, j'ai une gueule qu'elle.
Jó van, Charmeleon, most te jön. Tizenszit és a Charmeleonom. Neveik fédik ki most már. Most ide kell bemennem. Érjük, hogy itt valami. Bill a neve. Egy pókjai mániákus. Egy kísérlet alapján, de elbasszódott. Egy is kombinálhatott egy Pokémonnal. Azt akarja, segítség neki. Teleportert véne használ. És ilyen csak a rendszer. Újra ember lett. Pikachu meglep bődött. Yeah. Körülbelül, ez szívesen. A Pokémon kollekciója miatt kellett ide jönni. Kaptam tőle egy SSC-t. Az SSN-re. Ami Vermilliód város felé veszi az irányt. Vagy ahogy mondja, abban nem tudom, hogy nevezik, majd meglátjuk. Elképták a partira. Azt akarja, hogy menjek oda. Jó, azt hiszem már készen állok Misty ellen. Már elég előtt összegyűjtöttem hozzá. Na itt már szabad az út annál zsalus csajnál. Itt kirabolták az út remegét. Egy kis rakétacsapat elmögött az egész mögött. És a rendőrség se tudja megállítani őket. Most már jött az edzőterem. Most jött az edzőterem. Jó, itt egy úszok vannak. Először rajtuk keresztül kell átjutnom. Na itt egy úszó, tehát vízi Pokémont fog bevetni.
Ez Horsit. Asztalan! Most már van el visszamövelni. Ja, barátok, semmi esélyed! Most már van egy shelderje is. Nem cserélek még egyelőre. És még itt ostol csapás. Aj, de miért a tackle-t választja? Tizenöt szintes a Bulbasaurom. De ahogy nem, hiszen vízi pokémonjaid vannak. Meg kell gyógyítanom a Bulbasaurom, miért folytatnám. Már csak egy utónál van közelben. Elég jó vagyok neked. Misty várhat. Egy női tréner. Tizenkilences? What? Ez kurva jól se tudott. Úgyhogy csak Pikachu győzheti le. Persze. Misty ilyen felkészültnek kell lennem, úgyhogy miért sem még vissza. Tényleg egy próbát, hogy vissza a Pikachu-t. És most jött a harc. Szia, egy új harc. Tehát neki víztípusú pokémonjai vannak. Igen, ez itt Misty, akinek három nővére van. Lily, Daisy és Violet. De viszont a rajzfilmben és szintén Mistyvel küzdött, de többiek a nővéreivel. Mivel
amikor Ash-sel küzdött, akkor csak Misty-nek volt harcképes Pokémonja. Akkor bevetette Staryu-t és Starmie-t. Misty, aki a legegyesebb gyűnsége, a vendéged. Készen állsz? Igen. Ezután kontra Misty. Az első... Misty első Pokémonja, és Staryu. Az enyém Pikachu. Pikachu a legjobb választás. Csak egy dolgot kell bevetnem. Na ez gyors küldés volt. Staryu nem tudja folytatni, Pikachu nyer. Pikachu már 28 szintes. Már csak a Starmie kell legyőzni. Nem cserélek. De a Starmie 21 szintes. De sima, hogy lesz az egész, mert csak egy Thunderbolt. Együtt is mindkettő, mindkét Pokémonját legyőztem. Végül azt mondja, hogy Pikachu nem akart harcolni Misty-vel. Így bevetett, így ehelyett bevetette Battlefree-t és Pidgeotto. Tehát legyőzte Misty. Tehát Starmie nem tudja folytatni. Pikachu nyert így győztes Red. Nem hiszed el, hogy vesztette, hiszen víz típusú Pokémonjai voltak. Ami hátrálja a villám és a hűtípus ellen. Rendben. Ennyiem lehet a zuhatag jelvény. Hogy megmutatta, hogy le tud győzni. A zuhatag jelvény segítségével minden Pokémon 30-as szint felett már tud engedelmeskedni nekem. Még kívülállókra is vonatkozik ez. Tehát most már a vágás bármikor használhatom. Most már le tudom vágni a fákat, amik az utomat állják. Most már van egy TM11-esem. Ajjaj. A Bubble Beam-et még egyelőre nem tudom bevetni. Ez víztípus kéne nekem. Eladom az Escape Rope-ot. Ray Candy-t azt nem szabad eladni. Az nagyon fontos eszköz. Ace Fossil-t nem lehet eladni. Vagy ezt el lehet adni? Várj egy kis, egyelőre még ne. Bubblebee egyelőre maradhat. Tehát, hogyha a Pikachu eltér volna 31. szintet, akkor már engedetlen lett volna velem, hogyha még az előtt küzdök még Misty-vel. Várjunk csak... Jó, mindegy, elég lesz már ennyi. Oké, srácok, már megvan a második jelvény. Tehát most olyan két jelvényem van a Pokémon Ligához.
Úgyhogy egyre lesz már ennyi. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra. És legközelebb majd a Vermilion város felé veszem az irányt. Ahol majd felszállok egy hajóra. Úgyhogy búcsúzom. Sziasztok!